A Tamási Tambau Kft. Idén ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. A cég az évek alatt a semmiből építkezett egy ma már országos szinten jelentős vállalkozásig, amely jelenleg közel 100 tamási és környékén élő embert alkalmaz. 30 éves lett ebben az évben a Tambau Kft., és hát tudnék mesélni. A kicsit tudnék mesélni, az egy talán nehezebb lesz, de megpróbálom vázlatosan összefoglalni. Alapvetően talán úgy lenne racionális, ha különböző telephelyekről és az a környékén történésekről beszélnék, hiszen a Tambau Kft. Tevékenysége az gyakorlatilag ebből a szempontból és ebből a szemszögből három időszaki intervallumra tehető. Az első időszakban, az első intervallumban 1993-as megalakulásunkat követően 95-től 2000-ig a Tamási Koppányparti részen a mostani vasút, illetve autóbuszállomástól észak-keleti fekvésű terület részen voltunk, ahol is már a telephely tulajdonjogával bírtunk. Ezen a telephelyen volt betonkeverő, transportbetonkeverő felépítményünk, amely azt gondolom, hogy azóta is a Tambau Kft. Létében, életében és gazdálkodásában meghatározó szereplő, úgy is, mint betontechnológia és úgy is, mint termékelőregyártás üzletágokban. Nos, tehát az első időszakunk ide vetíthető vissza, a kezdetleges 8 fős létszámtól a 2000-es évek elejére már el tudtuk érni, vagy elértük a körülbelül 40-45 fős létszámot is, és hát nyilván árbevételben is gyarapodtunk és gazdagodtunk. A jeles napon ünnepélyes keretek között egy új csarnokot is átadtak. Az elkövetkező pillanatokban lesz egy ünnepélyes átadás, szalagátvágással egy átadás, egy előregyártó, tehát betontermék előregyártó technológiának a csarnok felépítményét fogjuk látni. Ez egy 2200 négyzetméteres csarnok, amely roham tempóban az utolsó másfél hónapban nőtt ki, ha úgy tetszik, gombamódra a földből. Itt is szeretném megköszönni a kivitelező Gemenzbau Kft.-nek a célirányos és gyors és precíz munkáját. Ma már gyakorlatilag ott tartunk, hogy hirdettünk egy próbaüzemet, egy próbagyártást, de mind a vendégek, mind saját magunk érdekében ezt most elhalasztjuk. Rendkívül rekkenő hőség van, és a betontechnológia által igényelt különböző perifériális tevékenységek, mind a keverésre vonatkozóan, mind az elmosásra vonatkozóan, gyakorlatilag ezt nagyon nehézé teszik, úgyhogy ettől a próbaüzemtől most el fogunk tekinteni. Nem csorbít semmi azon az érdemen, hogy ideköltözésünket követő harmadik évben már egy majdnem ugyanakkora nagyságrendű csarnokot tudtunk avatni. Én ezt kollégáim nevében is azt gondolom, hogy büszkén említhetem meg. Én azt gondolom, hogy lényegesen megnöveli a piaci esélyünket az előttünk álló időszakban a csarnok léte, illetve a bevezetett új gyártási technológia léte. A rendezvényen az ünnepi evéd előtt a cég egy fontos tagjától vett búcsút. Mátyásné Edit a gazdasági vezető pozíciót töltötte be, és most 15 év után nyugdíjba vonult. A gazdasági vezető feladat a sok vétűbb. A legelső az, hogy mindenre rálátásának kell, hogy legyen, illetve ugye megvannak a számviteli dolgok, számviteli fegyelmek betartása, betartatása, és ezt egy ilyen nagy cégnél, akinek ekkora tevékenységi köre van, és ugye több rétű kereskedelem, építőipar, mindenhol más törvényi feltételeket kell figyelembe venni, és ezeket a törvényi feltételeket nem csak betartanunk kell, be kell tartatnunk a kollégákkal is, akik nem biztos, hogy minden esetben annyira figyelik mondjuk a jogszabályváltozásokat. Ez azért felölelte magát a könyvelést, a partnerekkel való kapcsolattartást, tehát akár apróbb munkálatokig is, tehát szinte az egész számvitelt. A cégnél 2007 márciusában kezdtem, egy állás hirdetésre jelentkeztem, ahol már mögöttem volt egy 10 éves gazdasági vezetői gyakorlat.
mert gazdasági vezetőként kerültem ide, tehát akkor azt jelenti, hogy 16 évet dolgoztam itt. Ez kihívás volt számomra, mert korábban nem építőipari jellegű cégnél dolgoztam. Nagyon könnyen kitanultam, a kollégák segítettek ebben a szakmában a rejtelmeket megtalálni, megkeresni. Szeretem a munkámat, nagyon jó kollektívával dolgoztam együtt a 16 év alatt. Kiemelni szinte senkit nem tudok, mert mindenki mindig a segítségemre volt, és mindig az volt szem előtt tulajdonképpen, hogy ügyvezetői szemmel kelljen néznem, vagy lássam ezt az egész dolgot, hogy ügyvezető úrnak olyan módon tudjak segíteni, hogy ez a cég előre meneteléhez pozitívan hozzájáruljon. A Tambau Kft. 30 éves jubileumi ünnepsége délután egy nyílt nappal zárult.